Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, fél hatos híradónkat látják. Ma március 24-e van Karina és Gábor névnapja. 143 éve Budapesten megszületett Harry Houdini illúzionista, bűvész, minden idők legnagyobb szabaduló művésze és legnagyobb hatású mágusa. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülését tartották ma Budapesten. 18 évvel ezelőtt kezdte bombázni az akkori Jugoszláviát a NATO. Eddig egyetlen komoly fagykárról sem érkezett bejelentés a Szabadkai Városi Közigazgatáshoz. Vetik a cukorrépát Vajdaságban, mintegy 60 ezer hektáron. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülését tartották ma Budapesten az Országházban. Az eseményen mások mellett részt vett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Az ülést Kövér László, a KMKF elnöke nyitotta meg. A nemzetállamok ellenfelei azt állítják, hogy a 21. században a nemzetközi problémákat nem lehet nemzeti szinten megoldani, és ezért kell megválni a nemzetállamoktól, mondta a Magyarországház és a KMKF elnöke megnyitó beszédében. Kövér László szerint azonban, ha feltesszük a kérdést a nemzetállam ellenfeleinek, hogy mire és hogyan akarják leváltani a nemzetállamot, akkor nem kapunk egyértelmű és megnyugtató választ. A házelnök hozzátette, a nemzetállamok demokratikus legitimációjának a világban nincs elfogadható alternatívája. Ami alternatíva létezik, az elfogadhatatlan. Demokratikus legitimáció nélküli, azaz antidemokratikus, számunk érthetetlen és ezért felelősség nélküli hatalmi alakzatokba szerveződő, arctalan és arcátlan globális érdekcsoportok vannak, amelyek különféle formákban és nevek alatt át akarják venni a szuverén, demokratikus és nemzetközi együttműködésre képes nemzetállamok szerepét Európában. A szomszédos országokkal kapcsolatos nehéz ügyeket csak úgy lehet megoldani, ha közös bizalmat alakítunk ki, jelentette ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter a plenáris ülésen. Szijjártó Péter kifejtette, lehetne olyan stratégiát választani, hogy amíg nem értünk egyet a szomszédos országokkal a vitatott kérdésekben, nem vagyunk hajlandóak együttműködni. A kormány ehelyett azt választotta, hogy igyekszik közös sikereket elérni velük, hogy a határon túli magyarok mindennapi életét leginkább érintő ügyeket a megoldás esélyével vethesse fel. A miniszter a mai magyar külpolitikát alapvetően meghatározó tényezők között említette a minden korábbinál patriótább amerikai álláspontot, az Egyesült Államok és Oroszország, az EU és Oroszország viszonyát, Kína gazdasági expanzióját, a Brexitet és a migrációs válságot. Az Európát sújtó migrációs válság az, amely alapvetően meg fogja határozni a magyar külpolitika mozgásterét az elkövetkezendő időszakban. Itt egy dolgot tudok mondani önöknek, akármilyen nyomás is lesz rajtunk, akárki is támad minket, akármilyen nyilatkozatok is fognak elhangozni az európai politikai térben, ide, ebbe az országba illegálisan soha senkit nem fogunk beengedni. És ezt a politikánkat a jövőben is hangsúlyosan képviselni fogjuk. Az eseményen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői is részt vettek. Kovács Elvira elmondta, a KMKF-en szinte mindenki arról beszélt, hogy Vajdaság egy jó példa a gazdaságfejlesztés és a Prosperitáti Alapítvány működése szempontjából. Jó volt hallani azt, hogy az alapítvány mennyire jól fölépült. Mi arról beszéltünk, hogy mekkora az érdeklődés, tehát most beszámolhattunk a legújabb sikerekről, és hogy a pályázók 95%-a nyert, és hogy nagy az érdeklődés, tehát az emberek bizalommal fordulnak az alapítványhoz, és egyre többen pályáznak. Kovács Elvira hozzátette, beszámoltak arról, hogy mi valósult meg a tavalyi KMKF ülés óta. Ezek pedig egyebek mellett a részarányos foglalkoztatás, a szerb nyelv, mint nem anyanyelv oktatására vonatkozó standardok elfogadása, de a jövőre esedékes nemzeti tanácsi választásokról is szó esett. Belgrádban kampányol a szerb haladó párt. A szimpatizánsok és a támogatók a Combank arénában gyűltek össze. A kampányrendezvényen több szerbiai és európai politikus is felszólal, a többi között Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A helyszínen van kollégám Dóró Alen. Szervusz, milyen ott a hangulat és kik szólaltak fel a rendezvényen?
Köszöntöm a tévénézőket, jó estét kívánok! Most a Szerb Haladópárt kampányrendezvénye jelenleg is tart. Alekszandár Vučić még nem szólalt fel, azonban ez perceken belül bekövetkezik. Nos, a helyszínen nagyon sokan vannak, az ország teljes részéről érkeztek, a kollégám meg is tudja mutatni. Itt kint a Kombankarén előtt is 3-4 ezer ember követi végig, ahogy mi történik bent a kampányrendezvényen, ahol teltház van, 20 ezer férőhelyes ez a létesítmény. Úgyhogy több mint 20 ezeren jöttek el ide ma Belgrádba, hogy meghallgassák, hogy mit mond Alekszandár Vučić, hogy miért is szavazzanak rá az emberek. Azonban nem csak ő szólalt fel itt ma, hanem Tomislav Nikolić is, a jelenlegi köztársasági elnök, aki elmondta, hogy 25 éve vannak már Alekszandár Vučićjal a politikában, és azt mondta, hogy maximálisan támogatja a Vučić indulását a választásokon, és azt mondta, hogy biztos benne, hogy győzni fog. Őt követően pedig Gerhard Schröder, korábbi német kancellár is felszólalt, aki azt mondta, hogy azért utazott el Belgrádba, hogy egy olyan embert támogasson a választásokon, aki az Európai Unió felé vezetné Szerbiát, és ugyanezt mondta Magyarország külgazdasági minisztere is, ugyanis Szerbiu szólalt meg itt a Kombank arénában, és azt mondta, hogy Alekszandár Vučić már nem csak kollégája, hanem barátja is, és maximálisan támogatja Szerbiát, és nem fogja megengedni azt, hogy az Európai Uniónak bármely tagországa megakadályozza azt, hogy Szerbia az Unió teljes jogú tagja legyen. Ezt követően pedig Ivica Dačić is megszólalt, a Szerb Szocialista Párt elnöke azt mondta, hogy Alekszandár Vučić győzelme biztosnak tűnik, és azt mondta az embereknek, hogy arra szavazzanak, aki Szerbia jövőjéért mindent megtesz, ne pedig azokért, akik csak 5 perc hírnévre vágynak. Dóró Alán Belgrádból köszönjük szépen! Ma van 18 éve, hogy a NATO légi csapások sorozatát kezdte meg az akkori Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra. A 78 napig tartó bombázások alatt a becslések szerint mintegy 1200-2500 ember vesztette életét. A NATO akkori főtitkára Javier Solana azután rendelte el a bombázást, hogy a koszovói válság megoldásáról szóló franciaországi tárgyalások sikertelennek bizonyultak. A Gördelica szoroson átívelő vasúti híd emlékhelyénél tartották a központi megemlékezést. Itt Alekszandár Vučić szerb kormányfő úgy fogalmazott, hogy Szerbia mindmáig nem hódolt be senkinek sem, meghajol a szabadság előtt, erősödik, és soha többé nem fog úgy szenvedni, mint ahogyan szenvedett az 1999-es légi csapások idején. Szerbia je danas slobodna, Szerbia sluša sebe, Srbija sluša svoj narod, Srbija veruje sebi i Srbija polako, ali sigurno postaje sve jača i nikada više neće stradati na način kako je to bilo 99. godine. A központi megemlékezésen részt vett Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke is. Mi danas ovde oplakujemo naše žrtve. Oplakujemo ih na mnogim mjestima. Još od Jasenovca, još od Paga, Prebilovaca, na mnogim drugim mjestima gdje su nas masovno pobili, oni s kojima smo živjeli zajedno. A NATO katonai műveletében német, francia, olasz és amerikai katonák is részt vettek. Vajdaságban is több települést ért bombatalálat, többek között Újvidéket, Zombort, Szabadkát, Palicsot és Horgost is. Örülhetnek a szőlős gazdák, mert az elmúlt téli időszak a kemény fagyok nem okoztak károkat a tőkékben. Nagyobb aggodalomra adhat okot viszont a különféle betegségek által nyomot hagyott károsodások. Azok azonban, akik időben gondoskodtak ültetvényük megfelelő védelméről, gazdag termésre számíthatnak. A mögöttünk álló hideg, tél és kemény mínuszok ellenére a gazdák azt mondják, hogy a szőlősökben nem keletkeztek fagykárok. Sinka Ferenc szőlősében már megkezdődtek a tavaszi munkálatok. Metszik, frissítik a tőkéket, pótolják azokat, majd jöhet a permetezés. A gazda szerint nagyon jól átteleltek a vesszők, jó kondícióban vannak, egészségesek. Minden remény megvan arra, hogy egy termékeny év lesz az idei. Akik nem permeteztek, kellőképpen nem védték le a szőlőket, meg a gyümölcsöseket, ott jelentkezett a
fagykár, de az nem a fagykár, hanem a betegségektől visszamaradt, tehát a lisztharmattól visszamaradt betegségeknek a terhére írható károk. Tehát nem fagykár nem volt. Osztrogonácz Simon mezőgazdasággal megbízott tanácstag is elmondta, hogy eddig egyetlen komoly fagykárról sem érkezett bejelentés a Szabadkai Városi Közigazgatáshoz. Azonban még nem lehetnek teljesen nyugodtak a gazdák, mert volt már rá példa, hogy késő tavasszal lefagyott a megindult hajtás. A szőlő is egy borzasztó érzékeny növény a fagyokra. A vegetáció beindult, tehát a neftkeringés beindult a szőlőbe is, a rügyek elkezdtek fújódni, és hát innentől kezdve bármilyen kis fagy is komoly problémákat okozhat. Az idei jó termés reménye azonban nem csak a szőlős és gyümölcsös gazdákat kecsegteti. Hasonlóan jó a helyzet a kalászosoknál is. Vajdaságban mintegy 60 ezer hektáron vetnek az idén cukorrépát. A tavalyi kiváló hozam és a megfelelő ár buzdította a gazdákat a haszonnövény termesztésére. Az idén is 35 eurócentet ígérnek a répa kilójáért, de a jövedelem a hozamtól és az időjárástól is függ. A javasolt mélységtől némileg mélyebbre került a cukorrépa mag Takács Mihály parcelláján. Az idős gazda mindössze két holdon termel édes gyökeret, elsősorban a kifizetődőség miatt. A cukorrépa a legtöbb beruházást igénylő haszonnövény, de a legjövedelmezőbb is. Vetettünk már február utolján is, de most is, hogyha elvonna vetve, jobban örülnék ebbe az esős időbe, hol nem kellene úgy fén a bogaraktól. De különben elkisenem vagyunk. Kálmán Zsolt a földterületének mintegy negyedén, azaz 40 holdon termel répát. Kicsit nedvesség hiányunk van, mert nem volt már mostanában csapadék, és akkor elég poros a föld, majd nem tudom mi lesz a kelés, de majd kiderül. A napokban kedvezőek a feltételek a vetéshez. U početku setva može ići pliće, kako odmiče, kako se setveni sloj isušuje, onda se povećava ta dubina. Također na terenima koje su peskovitija, koja su odsednija, naravno dublja setva. Ono što možemo eto reći, za sigurno sam da ljudi očekuju mnogo od šećerne repe. Prošle godine smo imali izuzetne, da kažemo, rezultate. A cukorrépa egyik legveszélyesebb kártevője a répabarkó. A szakemberek felhívják a figyelmet, amennyiben marad a meleg idő, a bogár gyorsan megjelenik, és a kelő növények elrágásával okoz hatalmas károkat. Most pedig nézzük, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a termelők számára, hogy fejlesszék gazdaságukat. Több százmilliós támogatásokra pályázhatnak 2017-ben a szerbiai gazdák tartományi és köztársasági szinten is. Hangzott el csütörtök este Bajmokon. Az idei lehetőségekről Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár, Útot Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes és Osztrogonácz Simon Szabadka város mezőgazdasággal megbízott tanácstagja tartott előadást a helyi termelőknek. A bajmoki helyi közösségben gyülekeztek azok a helyi és környékbeli gazdák, akik szerettek volna többet megtudni a tartományi és köztársasági mezőgazdasági pályázatokról. A milliós támogatásokkal a fiatal gazdálkodókat is szeretnék arra ösztökélni, hogy minél több pályázati lehetőséget használjanak ki, illetve a gazdaságuk bejelentésére, ha azt nem tették meg. Nagyon jók ezek a pályázatok, ugyanis nem kis összegek ezek. Szerintem nagy esélyük van a fiataloknak ezt meg is kapni, mint ahogy hallottuk, ugye. És én is szerintem, én még nem vagyok, mint ahogy említettem annyira benne, de szerintem sokkal több fiatalnak adnék esélyt, hogy el is jöjjön, meg is hallgassa ezeket, és szerintem, hogy belekezdjen egy ilyen kisebb vállalkozásba. A gazdákat az illetékes minisztérium és tartományi titkárság illetékesei arra biztatták, hogy folyamatosan tájékozódjanak az interneten, mivel idén összesen több mint 100 millióval nőtt a támogatások nagysága a mezőgazdaság összes területére. Ez alól kivétel a méhészet, ahol a tavalyi évhez képest nem változott a támogatások nagysága. Úgy érzem, hogy mindenképp a gazdákkal a szoros együttműködés az kulcsfontosságú és nagyon fontos szerepet tölt be, azért mert ugye a gazdák azok meg tudják első kézből a fontos pályázási lehetőségeket, másrészt rögtön kérdéseket is föltehetnek, másképp pedig mind meg tudjuk a minisztériumban
dolgozók, hogy ugye terepen mik a mozgások, mik a helyi specifikumok, mi az, amiben tudunk segíteni a gazdáknak. A köztársasági és tartományi képviselők többször is kiemelték, hogy idén még több pénz áll rendelkezésre, ezért nagyon könnyű nem visszatérítendő fejlesztési kölcsönökhöz jutni. Hozzátették, ehhez a gazdák naprakészsége is szükséges, ami nem csak azt jelenti, hogy folyamatosan figyelemmel követik online a pályázatokat, hanem azt is, hogy időben átadják őket. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Bővítik a szennyvízhálózatot Óbecsén. Megnyílt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 22. találkozója Bács-Fekete-hegyen. Előtte azonban kapcsoljuk Toma Viktóriát. Szia, milyen témákkal foglalkoztok ma a közügyekben? Szervusz Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán Kövér László a nemzetállamok fontosságát hangsúlyozta. Itt készült interjúkat láthatnak. A Szerb Haladó Párt kampány rendezvényén Belgrádban Szijjártó Péter is felszólalt méghozzá szerbül. Ingyenes átképzések munkanélkülieknek, érdeklődni lehet a munkaközvetítő irodáiban, és sikeres vállalkozások adán az egykori ipari központ újbóli fellendüléssel várható. Ezekkel a témákkal várom önöket, maradjanak velünk a híradó után is. Köszönjük, Viktória. Nemzetközi konferencián egyeztettek ma Újvidéken a Duna stratégia keretében elért eddigi eredményekről. Az évi tanácskozáson a stratégiában résztvevő és az iránt érdeklődő felek vettek részt. Az eseményen sor került a Szerbiát érintő határokon átnyúló együttműködési programok bemutatására is. Szerbia a Duna középső szakaszán helyezkedik el, így a Duna stratégia a folyó mentén lévő vajdasági települések számára is nagy lehetőségeket rejt magában. Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere szerint a stratégia a Tisza mentén elhelyezkedő településeknek is esélyt ad a fejlesztésekre, így Zentának is alkalma lesz felújítani a folyami kikötőjét. Tulajdonképpen az, amit sikerült elérnünk, ami úgy érzem szintén a Duna stratégia része lehet az, hogy a Tisza is nemzetközi hajózási útvonallá vált, ettől kezdve, hogy mondjam, be tudunk kapcsolódni a Duna menti közlekedés útvonal vérkeringésébe. Nem csak maga a folyó adta lehetőségek kihasználása, hanem a Duna stratégiában résztvevő 14 országgal való közvetlen és egyenrangú együttműködés is nagyon fontos és tanulságos Szerbia számára, mondta el a konferencián Ana Ilić, a szerbiai kormány Eurointegrációs irodájának igazgató helyettese. Ima dosta projekata koji direktno doprinose sprovođenju Dunavske strategije, koji su ili transnacionalnog karaktera, dakle projekti u kojima učestvuje veliki broj zemalja, kao što su projekti vezani za navigaciju unutrašnjim plovnim putevima ili očuvanje i zaštitu prirodnih bogatstava s jedne strane. S druge strane, projekti bilateralni, gde jedna zemlja prekogranično sa drugom zemljom sprovodi projekte koji su od značaja opet i vezane za sprovođenje strategije i nacionalni projekti koje mi smo i do sada programirali i u narednom periodu ćemo planirati, a kao što recimo i rekonstrukcija Golubačke tvrđave. Szerbia a nehézségek ellenére is minden téren nagy mértékben hozzájárul a Duna stratégián alapuló projektek kivitelezéséhez, emelte ki az eseményen Matija Vilfan, a brüsszeli Duna stratégia pont iroda vezetője. Napravili smo analizu i kako Srbija učestvuje u Dunavskom programu. Videli smo da je više nego 66 partnera iz Srbije učestvovalo i bilo uspješnih kao projektni partneri u prvom pozivu Dunavskog programa, ali kao prepreke videli smo i institutional capacity, znači kapacitete ljudskih resursa i kommunikáció o mogućnostin finanszírani. A nemzetközi tanácskozást Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke nyitotta meg, aki a Duna stratégia megvalósításának elveire emlékeztette a jelenlévőket, amelyek szerint a hangsúlyt az új ötletekre, a jobb koordinálásra és a már meglévő intézmények hatékonyabb együttműködésére kell fektetni. Négy helyszínen 5 kilométer hosszan épül Óbecsén a szennyvízhálózat. A beruházásnak köszönhetően 10%-kal növekszik majd a település hálózati lefedettsége. Jelenleg a háztartások fele rendelkezik városi szennyvízelvezetéssel. Egyszerre négy óbecsei helyszínen is dolgoznak a horgosi kivitelező munkásai. Szennyvízhálózatot építenek több utcában is. Répási Norbert az újfalusi Milos Bugárszki utcában lakik, ahol nem sokára el is készülnek a munkálatokkal. Szerintem sokkal megkönnyíti
a magát az élesstílust, ugye nem kell szenvedni a szennyvízgödrökkel, meg hát ugye növeli is az értékét maguknak az ingatlanoknak, amik ott helyezkednek el. Egy 10 évvel ezelőtti tervet vettek alapul a vízművek szakemberei, amikor eldöntötték, hogy melyik utcában bővítik a szennyvízhálózatot. Ez lett az egyik oka annak, hogy sok olyan háztartás van, amelyik nem fog élni a csatornázás lehetőségével. A köztársaság utcában több ilyen esettel is találkoztunk. Ez egy nagyszerű lehetőség, de számomra már késő, mert egyedül vagyok a házban, és úgyhogy nem sok vizet használok, havi 1-2 köbmétert. Van bent emésztőnk, nem használom egyáltalán. 75 éves vagyok én, ezt majd, ha kő a fiataloknak, majd csinálják meg. Az 5 kilométeres fejlesztéssel 10%-kal nő majd a szennyvízhálózat jelenleg 50%-os lefedettsége a városban. Zorán Gröbics, a Vodokanál közvállalat igazgatója más jelentős beruházásról is beszámolt a községben. Takođe bih teo da istaknem i izgradnju poveznog cevovoda u Bačkom Petrovom selu, o kome stalno pričamo, što će u stvari dovesti do boljeg kvaliteta vode, ako uspemo da zaokružimo priču sa povezivanjem sa dva bela bunara u Petrovom selu. Annak, aki rá szeretne csatlakozni a most épülő óbecsei szennyvízhálózatra, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A becslések szerint a hivatalos ügyintézés és a munkálatok költségei elérhetik a 40 ezer dinárt is. Elkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 22. találkozója csütörtök este a Bács-Fekete-hegyi Színház teremben. Az elkövetkező napokban 12 településről 330 fellépő 17 darabot mutat be a közönségnek és a szakmai zsűrinek. A Bács-Fekete-hegyi Soma Színtársulat 23 évét bemutató fotókiállítással nyílt meg a 22. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója. A helyi társulat magját 5 állandó tag képezi, de évről évre a fiatalokat is sikerül bevonniuk a színjátszásba. Minden évben azért sikerül valahogy a rendezőkkel karöltve fölkutatnunk újabb-újabb tehetségeket, és az idén is ez így volt, 3-4 újabb fiatal tudtunk beszervezni, és hát volt, aki most először volt a színpadon, és hát bízunk benne, hogy a közönség tetszését el fogja nyerni. A rendezvényt Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke nyitotta meg a zsúfolásig megtelt színházteremben. Elsőként a helyi Soma Színtársulat Hippolita Lakály című előadását láthatta a közönség. A darabokat 3-tagú szakmai zsűri értékeli, de a közönség is szavazhat. A legjobbak a többi közt a Pataki László díjat és a Bambach Róbert díjat nyerhetik el. Első a fegyelem! Nincsenek előre kitalált szempontjai. Én nagyon nyitott szívvel szeretnék beülni minden egyes előadásra, és mert ugye én őszinte igaz híve vagyok az amatőröknek. Én azt gondolom, hogy az a jó profi színész, vagy hivatásos színész, aki megőrizte a maga amatőrségét. A Szemlén gyermekfoglalkozásokat is tartanak, és naponta megjelenik a Súgó, a találkozó kiadványa, amelynek szerkesztésébe a diákokat is bevonják. A Súgó szerkesztőség is felfrissül, amiképpen mondhatjuk azt, hogy megújult, felfrissült a Bács-Fekete-hegyi színházterem, és hát igazából erről kell, hogy szóljon mindig egy ilyen színjátszó találkozó. Miként tud fejlődni egy közösség, miként tud megújulni egy közösség, miként tud magára ismerni újból egy közösség, az erejét újra álmodni. A közönség március 26-áig és március 29-től április 1-ig 17 darabot tekinthet meg a Bács-Fekete-hegyi Színház teremben. A belépő önkéntes adomány. Az ünnepélyes díjkiosztó gála műsort április 1-én 18 órakor tartják. És az ünnep mindig elmarad címmel mutatták be Kónya Imre könyvét csütörtökön Szabadkán a Városi Könyvtárban. A szerző Magyarország több mint 20 év politikai történéseinek színfala mögé enged bepillantani. Kónya Imre az ünnep mindig elmarad című könyvéből sok mindent megtudhatunk egy történelmi időszak kulisszatitkaiból. A Boros kormány belügyminiszterének visszaemlékezése alapvetően az 1988-tól a 94-es választásokig terjedő időszakra terjed ki, de vissza és előre is kitekintett. A legutolsó történet 2015-ből származik.
A könyvön 8 évig dolgozott. Nem történelem könyvet akart írni, hanem valódi történeteket. Szubjektív az egész könyv, de a tényeket illetően objektív, tehát az emlékeimet ellenőriztem. Tehát valóban a könyvtárba végigjártam, és többször kiderült, hogy van, amire nem pontosan emlékeztem, azt korrigáltam természetesen. De a könyvnek a lényege valóban a sztorik, a történetek, amit személyesen éltem meg, és amik igaz történetek. A rendszerváltás korszakát felidéző emlékirat sok emberi történetet tartalmaz, és alapvetően a rendszerváltás és az Antal kormány eseményeit elemzi. Az a mítosz, hogy van egy történelem, és mindenki ezt tudja, és mindenki ezt ismeri, már rég megdőlt, sokféle történelem van, és nyilvánvaló, hogy minden szerző azt a történetet írja meg, amelyet ő élt át. A szerzővel Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke beszélgetett. Több mint 1000 újvidéki általános iskolás vett részt a községi Két tűz között játékban, amellyel a sport kedvező hatását népszerűsítették. Az első körben több pályán mintegy 200 alsós diák dobta a labdát, igyekezett kiütni az ellenfél játékosát. 22 általános iskola érkezett a sportnapra. A Tisza Kálmán falvi Ivo Andrics iskola első alkalommal vett részt a versenyben. A Két tűz között játék az iskolákban valamikor a legkedveltebb játékok közé tartozott. A Novi Sad Polgárok Egyesülete a sportnappal szeretné újból népszerűsíteni ezt a csapatjátékot. Jeden razlog je da vratimo ovu igru nakon na velika vrata i da naša omladina i naša deca se bave ovom igrom u školi i da to bude njima neka normalna, neka fizička aktivnost. A sport népszerűsítését a Városi Sportbizottság is támogatja. A községi iskolákban heti két alkalommal, két-két órában ingyen edzhetnek a gyerekek. Deca koja ne mogu da, uči roditelji ne mogu da obezbede da se deca aktivno bave sportom, da se bave sportom od prvog do četvrtog razreda razvoj motoričkih sposobnosti, a od petog do šestog sportovi timski ili već koji granski sportovi koji žele deca da se bave. Újvidéken egyébként ezen a héten tartják az újvidéki tavaszvirág kiállítást is. Az Erdők Világnapja alkalmából a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat a gyerekeket a környezetvédelem fontosságára oktatja. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülését tartották ma Budapesten. 18 évvel ezelőtt kezdte bombázni az akkori Jugoszláviát a NATO. Eddig egyetlen komoly fagykárról sem érkezett bejelentés a Szabadkai Városi Közigazgatáshoz. Vetik a cukorrépát Vajdaságban, mintegy 60 ezer hektáron. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra. Most kezdődik hírháttérműsorunk Toma Viktóriával. A közügyek után Kalamár is, majd Pannongazda és Pannongazda Plusz. Este 8-kor híradó, fél 9-kor pedig a Másik ember című magyar háborús dráma második részét vetítjük. Ezt követően a híradó után a Szerb Haladó Párt belgrádi nagygyűlését sugározzuk felvételről. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét kívánok, viszontlátásra!